3, 2, 1, és elindultunk. Szevasztok, srácok! Palottavárosról jelentkezünk. Halloween páros kupa! Hali, szevasztok, üdvözlet! Jaj, de jó, hogy jöttök. Jó sokan leszünk ma, úgy érzem. 58 fő. Tehát gyakorlatilag újra telt ház. Zsinkáik sajnos nem értek ide. Nekik a generátor megadta reggel magát félúton, úgyhogy haza kellett menjenek. De attól függetlenül, gyerekek, itt vagyunk Palotavároson, páros versenyen, és Halloween kupa, hozzá kell tegyem. Hello, szevasztok, úgyhogy Vincét küldhetitek nekem ide ajándékba, akkor lesz legalább Netflix, és az asszonyt el tudom vinni karácsonyra Londonba, franciákhoz. No, szevasztok, hali, üdvözlet mindenkinek. Ijesztőt nem hoztam meg, ilyen rémisztő dolgokat, mert az az igazság, hogy itt vagyok, én elég ijesztő vagyok a srácoknak, úgy érzem. De Halloween páros kupa van, fogják a halat is, hál' Istennek, nagyon szépen elindult. Szia, te ott leszel a poncsón, igen, pénteken ott leszek, csavargok, jövök, megyek, nézd csak, itt is fogják már halat. Jaj, jön a hal. Hopp, kis hal is hal. Gratula! Milán is fogja a halat. Nem, szombaton már nem leszek, szombaton már Török Bálinton, Walterland kétnapos. Halleluja buli! Mert hogy az lesz az utolsó hivatalos versenyünk idén, ugye a jövő heti. Aztán már csak ilyen bulizunk, meg jól érezzük magunkat, meg sok ajándék, meg még tudom én, tehát utána már csak az ilyen nyalókák jönnek. Milán se rövidet erőtette, hogy elnézem. Fú, gyerekek! Jó az idő, kisütött a nap, azt mondták, hogy itt meg fogunk fagyni ma már. Ehhez képest árnyékban is van, vagy nem tudom, sok fok. Láttam már olyanokat, akik kivetkőztek magukból, aztán itt rövid ujjba tolják. Figyeld. Hopp, nem adja magát könnyen. Hát lehet, hogy igen. Nem tudom. Majd meglátjuk. Valami kis light biztos lesz ott is. Gratula Milán. Hajrá. No, nagyon jó csapatok jöttek össze. Ahhoz képest, hogy ma november 1-je van, gondolom senki nem akart most nyomorogni a temetőbe, hanem inkább majd holnap után. Aha. Pali bátyjátok az Atomix-től. A Muay Thai harcos. A Muay Thai harcos. Lehet menni hozzá edzésre, gyerekek, itt a tél. Igen, lehet menni hozzá edzésre. Kitanít titeket, aztán tavasszal olyan kemények lesztek, mint az asztalsarka. Néztem, azért egész komoly csapatod van. Igen. Jaj, de szépen jön. Úgyhogy én itt, amikor így a Pali mögött vagyok, akkor csak óvatosan hülyéskedek, meg óvatosan viccelődök el, aztán itt. Még a végén a vízbe kötök ki. Köszi Martin, király vagy, jönnek itt a vámpírok, nagyon jó, lesz Netflix, lesz Sky Showtime, minden lesz. Jönnek az ajándékok, nagyon szuper, köszönjük szépen. És a végén még, hogyha minden jól összejön, akkor télen elviszem az asszonyt Londonba, franciákhoz.
Ugyan nagyon rendesek vagyunk ma is, rakósok jöttek még horgászni, a tó végében ülnek, úgyhogy lesznek. Itt van Mázli, szevasz bagyáu! Nézd meg, hogy kell fogni a halat, apám! Ricsi fiú, fogalmam nincs, nem tudom, hogy holnap lesz a verseny a tavon. Talán lesz, talán nem tudom, nem jártam utána. Üdv Hollandia szívéből, szervusz uram, örülünk, hogy itt vagy velünk. Gratula, szép volt. Szóval nem tudom, hogy lesz a verseny holnap után. Én ma kifejezetten ezt a mai napot azért választottam itt Palotavároson, mert úgy voltam vele, hogy hát, ha nem leszünk sokan, és mert hogy elsője is, meg Halloween, meg ijesztő nap, meg ilyenek. És mondom, hát nem leszünk sokan, ahhoz képest teltház lett. De, ó, nézd magá Krisztiánt. Öcsém. Figyeld már. Rövidezik. Nyomja nekik a cucókát. Hadd egyék. Tigrissel, meg magyaróval. Csak úgy szedi ki a kezéből a botot, nézd ma. Azt bírom a Krisztiánból, hogy akárhányszor leül, neki nincs egyenes botja, mind ilyen rohadt görbe mindegyik. Tessék, ez is megvan. Anyám. Jó szar helyet húztatok amúgy. Igen. És hogy elnézem, ez Simon Csavi napja lesz a mai. Bemehet a 200 kiló kukorica. Egyem, live-ba. Live-ba. Bemehet a 200 kiló kukorica, mert láttam a héten. Így toltad, mi? 200 kiló kukorica, aztán hadd menjen. És elhiszed, hogy van olyan, aki elhiszi? Simán. Kezdem azt hinni, hogy igen, azt hiszem, simán. Hogy csak vicces, de már... Nem, már nem vicces, hidd el, elhiszik. Jó, hát figyelj, Simon Csabi még 20 liternél többen nem üt le, na. Simon volt már másik tavon? Szerintem igen. Szerintem igen. Volt a Pakson is. Pakson is volt, hallod? Azt mondták, nem lehet benne amúr fogni, én fogtam benne 6 és fel. Ennyi. Majd egyszer lecsaljuk Török Bálintra is amúrozni. No, szép volt Csabi. István és Viki egymás mellett. Nagyon jó helyet húztak. Nem akarom mondani, hogy Viki mibe áztatja mostanában a kezét, de nagyon jó helyeket tudám húzni. Az előbb láttam, hogy itt kapás volt. Meglett a hal, István? Meglett? Jó. Három is feles. Na, hajrá. Csak a nagyokat, csak a dögöket. Azt a milyen jó felsőd van, Viki, most nézem. Az egyémet sikerült ki lyukasszam, de mindegy. Na, hajrá, Vikiék! Laki Zsuzsi! Megyünk tovább. Szabó úr. Szabó úr éppen halat tett el. Sanyi bátyánk még a távokkal küzdik. Meg lesz az, Sanyi. Ne idegeskedj. Miért sötétült el így a kijelző? Várjál már. Nem tudom. Nem tudok rájönni, hogy mi történt. De most nekem olyan elég fújja. Csak azért, mert így a fényt, meg a minden. Szóval debreceni Ádám hegedűs úrral, ők is szépen szedik a halat. Hegedűs úr ott éppen most rakta el a halat. Na látjátok, ezért jó lesz majd a benzárnyél, hogy nem kell majd hadonászni azzal a nagy hosszú nyél össze-vissza. Jó van. Ádi, van hal? Jó, már zsákos is van. Húha. Hajrá akkor. Na nézzük, kik ültek be a legjobb helyre, a tavon. Hát nyilván, aki a legmesszebbről jön. Pozsonyi úr, azaz. Sapka sál legyen rajta. Jó pici alatt fogtál.
és Kátai Zoli bácsi, ugye ők jöttek legmesszebbről, erre kihúzzák a legjobb helyet a tavon. Na mindegy. Majd levonunk valamit a végén. Igen. Szóval itt ez a kanyar, ez itt nagyon jó szokott lenni általában, azt mondják a srácok. És itt még halat is tudnak fogni. Major úr, helyzet? Jövögetni. Ó, láttátok azt a szemet? Gyerekek, hallod, Clint Eastwood, érted? Jövögetnek. Ez biztató. No, hajrá akkor. Itt ültem múltkor. 74 kilóval álltam fel, és én nem tudok horgászni. De én nem tudok horgászni. Tehát azért... Aha. A barna. Figyelj csak. Hopp, jó messzire, legalább 2 méterre betette. Igen. Egy a láb alatti. Itt is figyeld. Hogy tudják ezt te? Hogy hogy kell láb alatt izgatni? Szűcspetiék. Na, főnököd itt volt, figyelt. Nem tudom, hogy most figyele. De az előbb még itt volt. Hogy állunk? Nehezen indul. De jó lesz, nem? Na, hál' Istennek. Akkor üssétek, vágjátok, húzzátok, tépjétek, jó lesz. No, páros verseny. Palotavárosi Felsőtó Halloween páros kupa, ahol az ijesztő csak én vagyok. Az ijesztő csak én vagyok, meg a Vili, amit ajándékba tudtok nekem küldeni. Hello, hello, szevasztok. És küldjétek, ne sajnáljátok, mert nem lesz Netflixem. Bán egy jég. Ők is nagyon elkapták itt a fonalat. Hoppá, ezt a gödröt mindig megtalálom, ahányszor itt elmegyek. Mészáros úr. Aha. Beleakadt egy kisebb dömébe. Jaj, de szépen fogják a halad, gyerekek. Szervusz, Pannika, szervusz, köszönjük szépen. Figyeld. Itt kavír nyászik láb alatt. Akkor milyen szár ezeket megmerni. És erősek, rohadt erősek. Hopp, monofil előké. Azt láttam, de meglett. Hoppa, mit húzok itt magammal? Az etetőbotot. Kis mészáros. Mi a helyzet? Van hal? Hello, hello, szevasztok. Van hal? Nincs hal? Nem áll, hogy nincs. Látom, tiszta víz a merítőfejed, nekem nem adod be. Jó van. És a minkóék a végén. Ugye? Sikerült nekik megint a legjobb helyre beülni. Egy halad van, perc. Kezdette is a faterizét? Adjon el. Jó, mondjuk hót száraz még az ilyen ponybölcső, tehát igazából nagy dög még nem jött. Nem baj, majd jön. Aha, retróba nyomja a fiú. Retróba nyomja. Gondolom behorgáztok 140-re. Aha, figyelj oda, Dani. Jaj, anyám. Milyen érdekes, mi? Majd jön a hal. Ezt a mai leosztást valahogy megként tanuljam, hogy osztottam le a mai pályát, mert nem azért, hogy igazából így a vége kimaradt, tudod, és akkor az úgy jó szokott lenni, hogyha nem ülünk ki teljesen a végére. Aha, kis hal is hal.
hadd gyűjjön. Na szóval, Palotaváros, Halloween, páros kupa. ötvennyolc fő, négy szektor. Horgászbotok, orsók lesznek ma a sztoriban. Meg ugye a szokásos benzáros vödről. Köszönjük, Martin! Ó, Istenem, mennyi! Mennyi Vili jön itt, kérem szépen! Na, jó van, Netflix megvan. Most már gyúrhatunk akkor Londonra. Köszönjük szépen! Vagy Vince? Vince? Nem is Vili, Vince. Hello, hello, szevasztok! Hello, hello! Átgyalunk itt a rakósok mögött, átmegyünk a túloldalra, megnézzük, hogy mi újság. Aha. Itt egy úriember horgászgat. Hello! Szervusz, uram! Veled beszéltem. Szevasz! Hol nagyot nem dobsz, ugye? Nem, jó. Úszóba vagyok. Úszóba vagy. Majd jönnek a haverjaim, aztán aha. Megyünk át az alsóra. Aha. Ahogy látom, eléggé sűrűn vannak. Hát tehát ház van. Mellettem is vannak. Persze, ott rakóznak. Úgyhogy inkább akkor átmegyünk az alsóra, aztán majd háromkor visszajövünk az életet. Oké. Okay. Mert a múlt héten ugye az évadzárót megnyerte a Simon csapatosan. Aha, igen, igen. Tényleg? Már az amúrokra nagyon rá vagyok állva. Van benne, dögivel. Most is fogdogság. Egyet fogtam az idén, és semmi. Nagyon rá vagyok állva, hogy nem jönnek. Hajrá! No, átgyalunk a túloldalra. Szervusz, Vivi, sziasztok, üdvözlet mindenkinek. Azt mondja, itt vannak a rakósok. Szlovákiából is jöttek itt rakózni, úriemberek. Úgyhogy vannak itt egy jó páran. Ugye ezt a részt, itt a hátsó részt, ezt kiszoktuk adni rakóra, hogyha ott horgásszanak itt a srácok. Azt mondja, már megint lecsúsztam a versenyről. De hogy csúsztál, valamelyik versenyre csak beférsz. Ne viccelj. Van egy csomó jó versenyünk, még ezúttal jönnek a jó versenyek. Azt mondja, jövő héten Walterland páros verseny, vagy páros, de hogy is páros, kétnapos verseny, ahol ugye egyik nap hosszú előke, másik nap metódmódszerrel kell aprítani a halat, és a 100 méteres távolsági limit még áll. Aztán jövünk majd hosszú előkés versennyel, aztán jövünk ide is, valamikor dipperes versennyel, ahol dippert lehet majd nyerni, illetve ládás versenyünk is van, ugye kettő, egyik holnap, másik majd valamikor. Ott azt hiszem 17-e, ha minden igaz. És utána jönnek a buli peccákkal, az a peccák, a jaj de jó peccák, cashback verseny, ugye Török Bálinton, ahol visszosszuk a cash-t. Illetve ugye decemberben már Batyus kupák, Mikulás kupa, buli kupa, Erezd el a hajam kupa. Tehát ilyenek lesznek. Hát amikor már ritka a horgász, mint a fehér holló, akkor jönnek az igazi jó bulik. No, átjöttünk az iskola felőli oldalra, végig megyünk itt is a srácok között, lássuk, hogy mi újság van, fogják-e a halat, ugye itt néhány helyet kihagytunk a végén, hogy könnyebb legyen a peca mindkét oldalon. Szembe ülnek a szektorok, tehát egymással szembe vannak, szektorozva. Szektor 1, 2, 3, serleg. És némi ajándék, tehát az egyesek azok ma orsót visznek haza, a kettesek horgászbotot visznek haza, a harmasok pedig szokásos piros vödört, olyat, amit itt a Minkovics Józsinál is láttok, mert hogy neki már sikerült egy jó pár szolármas helyet megcsitni, tehát ez erről árulkodik, de amúgy meg volt időszak, amikor a piros vödröt az elsőnek is adtuk, ugye? Hát amikor még jó ment. Egy hal van már, gondolom. Egy van, jó, oké. Azt is látom, hogy bölcsőt is használtatok, akkor az azt jelenti, hogy nem olyan kicsi az az egy hal. Jó, rendben. Lábad hogy van, uram? Törött lábbal pihentetve, így se ültél még. Mennyire bírja a derekad? Bírja, jó van. Aha, nagyon fassa, nagyon tuti. Ha az a tálca, ha nem fog eldőlni, akkor semmi.
olyan szépen van beállítva. Mondottam, már komfortosabban így benne. Jó. Kihúzom a lábát? Vagy hagyjam inkább? Köszönöm. Aha, jó, van, oké, okay, hagyjuk, oké, okay. Rendben. Na, hajrá, srácok, aha, aha. Itt pörög a pecak egyetlenül, oda vigyázni, kis Takács is. Ó, gyerekek, mi van itt? Hegyekbe a hal, hömpölyög, ahogy mondani szoktam. Nézd csak, kis Takács, hogy megfeszült ott. Na, ezt megvárjuk. Ezt megvárjuk, megnézzük, hogy milyen lesz itt a hal. Nem rövid távról húzzák a fiúk, azt már látni. Pedig azért Holci egyszer-kétszer megmutatta idén, hogy itt röviden mennyi hal van. Oda vigyázni, ott is egy kapás volt. Nem lett belőle hal. Jó Isten, de gyönyörű a hely. Tényleg nagyon szép palotaváros, palotavárosi felső tó, Székesfehérváron, ahol rengeteg a hal. Itt annyi hal van, gyerekek, hogy ide nem mertem 20 órás versenyt csinálni. Ez azért valaki ezt érti. Szóval 20 órás nem mertem ide csinálni, annyi hal van ebben a tóban, mert nincs az a mérlegelő, aki lemérni. Én meg nem bírok annyit fizetni, hogy annyi mérlegelő hogy azt lemérjék. Hát rengeteg. Nagyon sok. 4,5 tonnáig mentünk föl. Ilyen 5-6 órás versenyeken. Gratula! 5-6 órás versenyeken. Tehát nem merünk ide 20 órás. Tehát egy 20 óránál szerintem 8-9-10 tonna is akár kijöhet. Aha. Azért rövidre szórja neki, hadd menjen. Zsolti is, csak a nád elé. Csak a nád elé, bizony. Éj, de vágják ezt a rövidet, te. Nagyon vágják. És mindig ugye megoldják valahogy. Előbb-utóbb odaállítják a halat. Közeledünk a spic felé. Hogy állunk, uram, van hal? Van. Jó, azt szeretjük. Az már legalább 2. A van, az már legalább 2. Jó van. És ugye itt a másik szerencsés kezű, Katika. Ja, ma Ati húzott, de attól függetlenül, igen. Tehát attól függetlenül sikerült megint behúzni a spiczt. Helyzet. Láttam múlt héten dobogónáltál ott a legfelül. Igen, gratulálok. Meg megint a Simon leültem egy szektor. Ketten kaptunk összesen 100 kilót. Úgy, hogy bevert 200 kiló kukoricát? Né, a kapás. Ó, gyereke. 135 volt, én 100-ot. Az igen, az szép. Üdv a Tomának, Mázli. Szevasz. Mázli itt van. Nem veletek. Nem tudom, hogy mi van, szerintem elaludt. Szerintem elaludt. Remélem, holnap jössz. Hát biztos jön. Biztos jön azért, de nem akarok neki még egy ládát adni, idén már egyet elvitt, többet nem adunk neki. Valaki más nyerje meg. Ütött valami szart helyet. Hát nyilván, egyértelmű. 5-6-7 erőssel ütött össze. Hát csak az lehet. Csak az lehet. Na bontok egy szotyit. Szikszai. Bontok egy szotyit. Bontsad, apám, mert nézd meg, itt hömpölyög a hal, gyere. Rengeteg hal van, nagyon sok. Még leakadhat. Ó, Mázdi. Várjál, mert hónap összeűsz majd. Tomati hal. Úgy fog befele menni a gázolajos pelet az etetésedre, hogy el se hiszed. Köszönjük a megosztásokat, köszönjük Vincét, a vámpírt, ebből már a Netflix összejött. Látom, ott is, itt is, mindenhol van. Miúságon a túloldalon. Te ott is fogják, a túloldalt is fogják. Annyi hal van, de tényleg. Azért ilyen november elsőink se sok volt, hogy így süssön a nap 7 ágra, néha 8. Gratula!
hoppá! Hoppá! Pacsuta úrék megjöttek, ők kifejezetten nagy halvadásznak. Jó helyen ültök. Jó helyen ültök, spiccen ültök. Ja. Innen bármi lehet. Rajta vagyunk önnek. Bármi lehet. Aha. Nem jön szét a merítőnyél. Nem olyan könnyű a széthúzni. Zubor úr. Helyzet. Aha, aha. Nézd már, jön a hal. Azt a mindenit. Jó van, srácok. Hajrá, hajrá. Nézd meg, német úr. Le se tudja tenni a botot, már húzza neki ki a kezéből. Hello. Oda vigyázz. Jó Isten, mennyi hal lehet itt, gyerekek? Hát itt... Nyomjuk csak, hajrá, Gyugyú! Ahhoz képest, hogy ez a légbot nem rossz. Ne idegesíts fel. Komolyan mondod? Ha ott is írtak az emberek, hogy 360-asokat hozzak, az a legjobb. Ha beszélnek veled úgyis. Most hoztam 8 darabot mára. Nekem a light. A 360-asokból, illetve 8 olsót hoztam. 4500-ös, 6500-ös kiadásban. Azt mondja, izguljon. Köszönjük szépen az ajándékokat. Nagyon aranyosak vagytok, tényleg. Vince, a vámpír jöhet, mert akkor elviszem az asszonyt Londonba a franciákhoz. Csak elég sokat küldjetek be. Aha, nézd csak Gyugyút, mit csinál. Figyeld, figyeld, aha. Hoppá, ennyi. Így kell összerakni a kilókat. Na hajrá. Megyünk még oda az elejére. Aztán közben itt a telefon valamit magyarázott, hogy valami 30% merült hirtelen. Hát ez nem egy mai. Köszi Viki! Köszönöm szépen. Szóval ez nem túl jó hír nekem. De megjött végre a Samsungom, az S23, amit ugye múlt héten törtem be, aztán kijavították, az az igazság, hogy kaptam egy vadi új telefont. Tehát nem javítgattak rajta semmit, hanem kicserélték, one and one. Úgyhogy S23 már csak bekerül üzemeljem, és akkor megint lesznek csodálatos fotók, naplementék, meg minden. Na szóval a spicc után van itt ez a kanyarunk, amit ezt kiszoktunk hagyni, ide nem ültetünk embert, hogy ne legyenek keresztbedobások, és az első ember, aki kezdi itt a másik szektort, ugye a B-szektor, hogy szembeszektorozás van, az a Puskás Andris lesz. Hamar odaszaladunk, megkérdezzük tőle, hogy áll mintá, bár én már ilyen rutinos vagyok, rászoktam nézni a ponybölcsőre, és ha vizes, akkor meg vagyunk. Akkor nincs gond. De eddig még nem panaszkodott senki, hogy nem fogott halat. Tehát azért ez is valami. Az egy kórház hely. Kiszólt be már. Ó, Istenem. A mázli. Fú, baszki. Várjál, mázli. Na. Szevasz, Andris. Helyzet? So-so. Dögöd nincs. Amúgy mázli, neked inkább ilyen privát dolgait kell, hogy legyenek a Krisztiánnal. Ami az nekünk nincs semmi közünk amúgy, de ha már így bemondtad élőbe, akkor majd hónap meglátjuk. Ott ültem legutóbb, innen mindig nyernek. Csak mondom, innen folyamatosan nyernek. Innen egyfolytában egy jobb hely, mint a 11-es, meg a 12-es összesen. Egybe. Hát jó, hogy neked nem megy, de... Nem, mázlinak nem megy, de neked menni fog. Helyzet? Szerelem? Az még egy jó móka. Verus! Verus, várjál, megmutatom a párodat még egyszer. Ott a párod. Hello. Azt hiszem, mert béna vagy. Hát mondjuk azt tudjuk, de mindegy, nem érdekes. Hát. Már megkaptad te is, hogy egy tavas versenyző vagy. Hát nem. Székszajú rá és bowling, és milyen igaz. Ja. Helyzet? Boldogatunk. Van
ezen a tavon is csak 100 méter között van egy fő. Hát, nyilván, különben elverik. Berecákos elveri. Na, mindegy. Adjuk is. A Vén Diófa alatt kérem szépen Szegedi Károly úr. Helyzet. De cögős. Azért megy, nem? Aha. Berni. Van egy pár, jó. Oké, mondtam én, hogy nincs még itt olyan, aki nem fogott halat. Sőt, ezen a tavon nem is volt olyan, aki még soha nem fogott halat. Kristóf úr, mondjuk Kristóf, az lehet, hogy nem fogott még halat. Gyakorolni. Ha? Kárász, hogy megy? Igen, igen, adjad nekik. Elárulom nektek, srácok, még meg nem nyerte nálam az első versenyt, Török Bálinton, Tó egyet, még nem csinált, addig csak kárász, és el is neveztem kárászosnak. Igen, nézd csak, nézd csak. Hát nézd meg Somogyit, hogy fogja a pontyot? Hát fel van osztva, hogy pontyot fog, én meg kárász. Ja, az is egy megoldás. Szóval betáns srácok itt egymás mellett, gondolom hömpög a hal. Tiszta víz, már a bölcső, mutatom, figyeld. Tiszta víz a bölcső. Úgyhogy itt valami dög is jöhetett. Azt mondja, minden hal bele számít. Ma igen. Ma minden hal bele számít. Hopp, egy ponty. Ennyi. Ott is van kárász. Mi? Mi? És tényleg megfogta a kárászt, figyelj. Jó, de ebben neki nagy izéje van, tapasztalata. Nagy tapasztalata van neki ebbe a kárászfogásba. Kis kárász. Kis kárász. Hát van ilyen. Somogyi láb alá 55-re. Barna. Barnánál a pontyok jönnek. Hát tényleg akkor a Kristóf fogja a kárászokat. A tímáros fiúk itt nagy kupacban. 2-3 tímáros egymás mellett. Nagyon érdekes volt itt a húzás. De attól függetlenül van ilyen. Hogy megy? Jobb, mint hátul? Nem jobb, mint hátul. Ó, gyerekek, ez se mindenki mondja, mi? Ez se mindenki mondja, hogy nem jobb, mint hátul. Igen, hát szokott ilyen lenni. Köszönjük, Vera. Viszem az asszonyt Londonba a franciákhoz. Jó étvágyat. Megkérdezzük csendes urat, hogy itt nagy csendben mi történik. Mi történik, csendes úr? Hajrá, Betamix! 4-5 kis pont után megállás. 4-5 kis pont után megállás? Tehát az azt jelenti, hogy 4-5 kis pontjod már volt. Tehát ez azért, így elárultad magad gyorsan. Az volt 6 kiló, azóta nem volt 10 perc a kapás. Hányas tég? Ez a 76-os tég, kérek szépen. Csendes úr a 76-oson ül. És Szekeres Csabi. Az amúrvadászok, gyöngye. Hogy megy? Van már amúr? Még nincs? Túloldalt, ha a kukoricások verik neki. Neked is van? Né, hopp, itt egy kapás a Csabinál. Ez az az igazság, megmondom nektek őszintén, hogy Csabi nem nagyon készül ma itt Palotavároson amúrra. A biztos pontyfogásra hajt. Igen. Azt mondja, toljuk meg a lájkot, nagyon megérdemlik. Köszönjük szépen, királyok vagytok. Oda vigyázz, oda vigyázz. Nézd meg Csabit, hogy húzza. Ő se rövidezik, amúgy. Ő se rövidezik. Nem is olyan kis botta, horgászik. Csabi jövőre a benzárhoz igazol? Nem tudni. Nem tudni, nem hiszünk a szóbeszédnek.
mi van, ha Walterhoz igazol? Hát, érted. Nézd csak csendes ott a háttérbe. Mondom én, csendes az csendbe, de oda batsz. Kombás sem mutat. Nem, hát, te össze. Arra jön a döme. Arra jön a döme. Mondom, kiveszem, lejárt már régen, mondom, kiveszem erre rajta. Lehet a szomszéd halat. Majd mindjárt felordít valamelyik, hogy összeakadtunk. Na, nem rossz. Húzad, Csabi, úgyis. Jó csinálod. Kárász úr, mennyi a kárász? Sok, mi? Na. De még sok. Azért gondolom, szorgalmasan etetted a rövidet. Há, nem. Nem, mi? Az előbb nem láttam. Én, de jó van. Figyelj, az az igazság. Feri, köszönjük szépen, megjött Vince. A vámpír, itt van, nézd. Orba szájba jön a Vince, a vámpír. Köszönjük szépen. Szóval Kárász Gyuri az föletette, de az az igazság, nem tudom, olvassa a Palotavárosi Horgásztó Fórumot, mert azt azért tudni kéne, hogy 200 kiló. Tehát itt az alap 200 kiló Simon Csavinál, úgyhogy hadd menjen. Szórjad neki ezzel a két marék kukoricával. Hopp! Még egy kárász. Kárász az. A turléke nem fog kárász. Nem. Nem azért jártam a turléke, hogy kárász. Hoppa! Ez ilyen bajszos. Ezt nem tudom, hallottátok-e. Nem azért nyert, mert turléket, hogy kárászt fogjon. Kisebb pont. Figyelj, ma a szerencséd van, még orsót is kapsz rá. Mondom, ma, ha szerencséd van. Érted? Jó Isten, mennyi hal lehet ebbe a tóba, te? Korán van még, nem? Még. Hát még várj egy kicsit. Még várj egy kicsit. Te a 10:30 fel elindulsz, végigmész, körbe kérdezel. Ja. Nézd meg, azt mondja, nem kárász. Hallod. Nézd meg, hogy tépi a végét a botnak, nézd meg. Szedi ki a kezéből. Őszi telepítés mikor lesz? Remélem jövő ősszel. Remélem jövő ősszel, vagy két év múlva, az se lenne baj. Bár fenyegettek már itt mindenfélére. Aha, tak, a kis orsó halad. Tak. Metódlék, ennyi. Há, ennyi, ha mi kell? Nem kell egy épp halad. Csak a benzár helyén. Há, mi más? Na, itt a másik, aki a benzárhoz akar szerződni, figyeld. Nem tudom, azért így belegondolok, így végigolvasom a kezemen, tudod, így a dolgokat, és gyakorlatilag ezek a srácok mindig eredményesek, tehát mindig tudják, kitapasztalták, vágják már, hogy mi van itt, érted. Most az, hogy 1, 2, 3 vagy 4-re leszel, a fene tudja. Ha nem rakják túl a szákot, még akár nyerhetnek is. Fügyed már, nézd már a kis metódléket, hogy hajlik. A jó Isten áldjon meg okvetlenül. Halloween páros kupa, gyerekek, Palotavárosi Felsőtó, gyönyörű szép helyen, Székesfehérváron, rengeteg hallal, gyertek el, próbáljátok ki. Hozzáteszem, az Alsótóban sincs kevesebb hal, ott is rengeteg hal van. Sajnos oda nem tudunk bemenni versenyt csinálni, mert én már ráfutottam volna arra is. De hát, na, azért mindenek van határa. Mert szerintem ott egy versenyen azért pislognának páran. Én a horgát azért megnézném. Én is megnézném. Ma freestyle versenyen vagyunk egyébként. Csak jelzem. Páros freestyle. Itt lehet etetni kézzel csúszdival kosárral. Nincsenek nagyon extra dolgok. Cserébe viszont rengeteg hal.
figyeld, hogy dolgozik az a kis kárász ott a kárászbottyán, mi? Az azért milyen szófordulat volt, mi? Kárászbottyán a kárász, mi? Azért, néha büszke vagyok magamra. Lapáttal is, ahogy Simonnál láttam, lehet. Attolják. Hadd legyen. De azért a spombot nem engedjük. Szép volt, Gyuri! Szép volt, Gyuri! Figyeld! Ja, azt hittem megvan ez is. Úgy bevágtál neki, szeme kiugrott. Helyzet, urak, itt a szélen, partszélen. Jövögetnek. Na, ezt szeretjük hallani. És a legszélén ül Németh Gabi, barátunk, gyerekek, nem tudom, nagyon sok versenyen volt nálunk idén. Ő is kitapasztalja most már a dolgokat. Mi a helyzet? Van hal? Majdnem tele az egyik szak. Mi van? Hát az előbb elmentem, itt néztem, bedobta a halat, le se esett, már tépte ki a kezéből a botot. Még volt olyan kettő? Az igen. Bátai Daci, üdvözlet Gábornak! Hello. Hát igen, megint ugyanitt ül. Szereti, nem nagyon akarja ezt így el. Jobb a kicsi szület. Persze. Ez a favorit helye. Igen. Hát van ide egy bérlete. Az igazság, van ide egy bérlete. Túl sok metódléket még nem látok, de még összejöhet. Van egy pár. Van, majd összejöhet. Nos, srácok, átgyalunk megint a túloldalra. Közben némi információ. Ugye a mai verseny páros verseny, Halloween kupa páros. Egymás mellett ülhetnek a párok, szembeszektorozás van. Reggel vártam őket egy kis zsíros kenyére, lila hagymával. Ugye volt némi gyümölcspárlat. Szigorúan azoknak, akik nem vezetnek, illetve reggel korán betoltak 12 liter teát. Jó, hát ez 58 főre lebontva nem is olyan nagy sztori, de már lefőztem a következő adagot, úgyhogy ha valaki szomjas, az jöjjön és akkor ugorjon be. Szeva zsiga, hali, neked is. Úgyhogy most már így a téli szezonban ez megy, tehát reggeli kis tea, kis nedű. És akkor kezdődhet jól a nap. Igaz, hogy ezért hajnali 3-kor keltem, de mindegy, nem sajnáltatom magam. Egyetlen a srácokért mindent. No, nézzük, mi van ott. Csak megmutatom minden kintről, mert most nincs nálam a kulcs. Megpróbálunk újra közelíteni. Aha, lehet. Ott vannak a serlegek, orsók, botok. Meg ott lent vannak piros vödrök, ahogy lenni szokott ugye a szektor 3-asoknak. Vissza minden, és akkor irány körbe. Úgyhogy mi így szoktuk csinálni. És ugye jövő hét után már tényleg ilyen lazulósabban elezdel a hajam, meg mit tudom én. Tehát ott már azért lehet kicsit lazulgatni, és úgy gondolom, hogy ebbe az évben így 100 verseny környékén mi is megengedhetjük magunknak, hogy kicsit lazulgassunk. Az 1-es-2-es helyre Bakó Józsiék húztak be, kíváncsi vagyok, hogy állnak, mi újság van, majd mindjárt ki fog derülni. De jól indítottak amúgy, mert volt haluk. Ugye a héten, holnap megyünk egyet Török Bálintra is, ahol egy ládás versenyt zavarunk le, 40 fővel. Sajnos nincs hely, és az az igazság, hogy ilyen lemondások, hogyha nem történnek, akkor én nem tudok mit mondani senkinek. Tehát nem tudnak újabbak bekerülni, illetve hát ilyenekre nem tudunk felkészülni, mint ami ma is történt, ugye, hogy az egyik párosunknál lerobbant az autó, és nem tudtak tovább jönni. Elindultak, de nem tudtak tovább jönni. Amúgy Palotavároson vagyunk. Józsi bátyja, azaz, jaj, de szép, gratula! Szóval így megy itt. Úgyhogy holnapi nappal sem vagyok teljesen biztos abban, hogy mindenki odaér. Ákos ugyan felajánlotta, hogy lejön aztán, hogyha
jut neki egy szabad hely, akkor beül, de ez csak abban az esetben, ha valaki esetleg hiányzik. Ugyanakkor megyünk még vasárnap egyet Ácsra, mert hogy arról a környékről nagyon sokan jönnek hozzánk, és ezzel akarok nekik kedveskedni, hogy viszünk egy versenyt arra is, hogy jól érezzék magukat, elmegy az Adventures Ácsra, a Malomtóra. Úgyhogy jó buli lesz szerintem az is. Úgyhogy ez lesz ez a hétvége. Jövő héten kétnapos verseny, szombat-vasárnap Török Bálinton, aztán megint egy ládás hosszú előkés verseny, aztán Palotaváros Dipper verseny, szóval egy csomó versenyünk lesz, és jobbnál jobbak. Úgyhogy ha van kedvetek, még mindig gyertek, decemberben meg már tényleg ilyen apró pénzes versenyek, ahol batyus kupát tartunk, meg inkább batyus kupákat tartunk, ahol már az ajándékok csak ilyen tényleg kisebb ajándékok, illetve azok lesznek, amiket ti egymás közt fogtok megosztani, a serleget, a mérlegest hozom továbbra is, tehát azok a versenyek már tényleg ilyen felszabadult versenyek lesznek, bár télen azért nem tudom, hát reméljük, hogy jó időnk lesz, és rengeteg hal lesz. Simon Csabi, hogy állunk? Amúrok? Vannak. 6-7. Az igen. Egyik jobban hazudik, mint a másik, de mindegy, szóval érdekes. 4. Na azért, 4. 4 van, jó. Kettő okay. Van neked? Az igen. Akkor ők? Csinálom, ezek a baitmakkeresek, hallod, nagyon húzzák. Túlódatot látom, próbálkoznak, érted, ezzel a kukoricával, szekeres is, meg mit tudom én, a kárás szórja, de mondtam neki 200 liter alatt meg se próbálja, tehát érted, vagy 200 liter, vagy semmi. Nem a mennyiségben van a lényeg. Nem, mi? Jó, de ők elhiszik, hogy a mennyiségben. Nem kell. De ők elhiszik, hogy a mennyiségben. Úgyhogy hat szórják, hat hizzanak a halak. Hát nem, már milyen jó lesz jövőre ráorgászni, hallod? Hadd szórják neki. Legyen. Né, ott még. Nézd meg, né. Csobog a víz, apám, úgy szórják a kaját. Figyeld. Várjál, dob még? Nem dob többet. Oh. Csak úgy csobogott a víz. Na, Vikiék. Nagyon jó helyet húztak ma. Kisütött a nap, ilyenkor pedig mindenki fölfelé vágyik, tehát a felső részébe a tónak, nem ide az alsó részébe, mindenki a felsőbe vágyik, mert ilyenkor ott lehet szépen fogni nagyon a halakat, úgyhogy, ja. Aha, ott jön a zsákos, a Frodo. Figyeld, hány Frodo? 1, 2, 3 Frodo. Az igen. Bálint a mérlegesünk, az nagyon profin csinálja. 3 Frodo, apám. Az igen. Színesek azért raktam el. Ja. Nagyon szépen csinálod. Na, jöjjek? De nem látod. Nem látod. Hallgasd. Akkor hallgass, mert pityeg is. Na, ilyen ponty mérőzsákot rendeltem be én is magamnak. A ponyvamestertől. Tedd fel azt is, van még egy. Tedd fel nyugodtan. Még nincsen olyan nagy hal köztük, amire rá kell futni. Egy fotót kérhetünk? Kérhetünk, de nem biztos, hogy kapom mi. Majd látom, hogy gyönyörű szép koit is fogtál. 11.900. Nagyon szuper. Bálint fölviszi, és akkor megcsináljuk a fotót. Jó? Van telefonod? Haci, mert nekem nincs itt a másik még. De majd mindjárt lesz. Király? Ó, csin. Almás telefon. Egyszer majd, ha sok pénzem lesz. Már... Figyeld, mennyi koi te. 2 koija is van. Kérjük a másikat is. Almás telefonja van. Tehát ennyi pénzt sose keresek, basszus, hogy én egy ilyet vegyek. Jó, mivel foglalkozol amúgy?
Itt kartonozása. Kartonozása? Ó, te vagy az én emberem, nem? Nem, azt hittem, meg vagyunk. Köszönjük. Vissza tudod borítani? Próbálok. Szóval azt hittem az én emberem lesz, de nem. Ezek szerint. Ja, viszem az almást, figyelj. Lenyúltam az almást, még a végén utánam kiabálják, mint ennek a izének. Hogy hívják azt a gyereket te? Annak a magyar izé. Köszönöm. Peti vagy, mit tudom én? Utána kiabálták, hogy vitte a telefont. Azt hiányzik még. Na, figyeld a Debrecenit, hogy húzza a halat. Öcsém. Gyerekek, nagyon jó a buli, rengeteg a hal, vince már itt van, látom, 20 vincét kaptam, abból már simán megvan a Netflix, lassan elviszem az asszonyt is Londonba a franciákhoz. Mi a helyzet? Ádi, jön a hal? Jövögetnek. Na, ezt szeretjük hallani, jó van. Hadd gyűjjenek akkor. No, itt vagyunk Palotavároson, Székesfehérvár szívében, gyönyörű szép horgásztó a Hofesz kezelésében van, rengeteg hallal feltelepítve, annyi hal van, hogy nagyon sok. Na, várjunk, menjünk vissza a korábbihoz. Megvan, nem egy túl nagy, jó. Szóval rengeteg hal van benne, ide kijöttök hétköznap is, akkor nagyon szép halakat lehet fogni. Láttam, hogy valaki volt itt nem rég, és csupa nagy halat fogott, tehát fogott ilyen 15-ös, meg 17-es halakat. Szóval nagy gratula neki is innen. Vannak benne nagy halak, ugye döme, amit versenyen fogtunk meg jó párszor már, közel 17 kiló, az már azért egyszer-kétszer kijött. Fain lett az új mérőzsák, nem a miénk, ez még nem a miénk, de készül a miénk is. Úgyhogy egyenlőre egyet csinál nekem az úriember, direkt azért, hogy kipróbáljuk, hogy lepróbáljuk, hogy milyen, és hogyha beválik, akkor csináltatunk még, mert akkor már meg lesz a minta, akkor már gyorsan le tudják zavarni. De cél az, hogy olyan mérőzsákot csináljunk, amit nem kell minden verseny után cserélgetni. Miről maradtam le? Rengeteg halról, nagyon jó társaságról, és gyönyörű időről, nem tudom, tehát nálatok milyen, de itt gyönyörű időnk van, és rengeteg hal, és nagyon jó srácok, akik itt tecáznak. Délután 3-kor lesz vége a versenynek, és utána mérlegelés, lezárjuk a versenyt, és díjkiosztó, majd mindenki szépen hazabattyoghat, vagy még elmegy este a temetőbe. Ki tudja. No, úgyhogy hétvége 3 verseny, ma kezdtük, holnap folytatjuk, holnap után zárjuk, és megmondom őszintén, az Ácsi bulira nagyon-nagyon várom, hogy mi lesz. Oda 40 főre lőttük be a versenyt, és bízom benne, hogy egy jó kis bulit tudunk ott is csapni. Zsíros kenyér ott is lesz, te ott is lesz, ha lesz áram, nagyon bízom benne, biztos, hogy lesz. És jó hangulat, biztos, hogy lesz ott is. Úgyhogy most elköszönök tőletek, köszönöm, hogy itt voltatok velünk, köszönöm, hogy megtámogattátok nekünk a Netflixet, meg a téli nyaralásomat az asszonnyal. Elviszem Londonba a franciákhoz, ígérgetem neki már 2 éve, egyszer majd csak összejön. Igen, Palotavároson vagyunk, palotavárosi felsőtó, ez a hivatalos neve. Ott lent a fák mögött van az alsótó, az is egy rohadt jó víz lehet. Kár, hogy oda nem tudunk versenyt csinálni, mert azt is megvallatnám. De idén még jövünk a Vidámparkira is, ugye Fehérvár, Vidámparkitó, vagy csónakázó, nem tudom melyik ki hogy ismeri. Tehát Vidámparkitó, és ott is rengeteg hal lesz, biztos vagyok benne, az egy Mikulás Batyus kupa lesz, úgyhogy ha van kedvetek, csatlakozzatok. Ma reggel indultak el a nevezések egyébként a versenyekre, és ha nem akartok lemaradni, akkor hajrá, ott lakunk. Na, hát akkor látogassatok meg minket, hogyha nem is jöttök le horgászni, akkor legalább gyertek le, majd nézzétek meg a srácokat, hogy mit művelnek. Remélem összejön az a kis verseny, mert biztos, hogy benne, hogy jó lesz. No, köszönöm nektek, hogy itt voltatok, úgyhogy el is köszönünk. Sziasztok! Szia Zsuzsi, sziasztok! Üdv mindenkinek! Ha van kedvetek, nézzétek meg, milyen csodálatos az idő. Menjetek ki, horgászatok egy jót, érezzétek jól magatokat.
És holnap újra jövünk egy élővel Török Bálintról, ahol ládás versenyért harcolunk. Majd Ácsról is fogunk nektek közvetíteni a Malomtóról. Jó? Úgyhogy ezt a kis rövid videót pedig föltöltjük majd a YouTube csatornára, és ott is vissza lehet majd nézni. Köszönjük! Sziasztok, srácok! Szevasztok!